Sziasztok, ez itt a Wildcraft 7. nem tudom hányadik része, de szerintem 7. Kezdjük is el. Az új küldetésünk egy elég jó küldetés. Meg kell ölnünk a boss-t. És utána nem tudom milyen küldetés lesz, mert ez csak a 10. küldetés a 30-ból. És nem tudom, hogy utána másik pályán lesz a küldetés. És hol van Babett? Itt van. És ő is lefekszik. Jó, de cuki. És ahogy ő is csinálja azt. Mondjuk ezt csak én csinálom. Ja, ez az. Igen, azt csinálja. Nagyon cuki. De nem jön ki. Az a gond. És amúgy tényleg megszereztük a hiúst. Következő részekben vele fogunk játszani, és ez csak azért, mert már őt is felfejlesztettem, és mindjárt fognak is születni gyereke, mert annyira felfejlesztettem. Már. Miért 18-as szintű? Az a mókus. És amúgy még sokkal kevesebb szintű, mint ez a farkas, és sokkal többet sebez amúgy. Már ez a hiúz, már annyira felfejlesztettem. És kaptam két, mert nyitottam vele ládát, és kaptam kettő olyan, milyennek a neve, legendary, amivel lehet fejleszteni, és az több, mint 1000 volt. Az a lila kis cucc. Most ő irányba megyek. Nem ezt akartam. Igen, arra van. Megyünk erre. Nem hiszem, hogy ebben a részben megöljük, mert 3000 életet azért nehéz lesz levinni. Sőt, meg is nézem, hogy tudom-e fejleszteni. De amúgy ezt... Valaki írja meg, hogy vagy hogyha mi ölünk állatot, akkor Babett fejlődik, vagy aki játszik vele, az írja már meg, hogy van ez, hogy a kicsi is fejlődjön erre. Mert láttam, hogy 37%, de nem csináltam vele semmit. Na, jó irányba megyek, az addig rendben van. És amúgy már 4 kölykünk lehet majd, mert már olyat is szereztem. Összesen 6 kölyök lehet, úgyhogy remélem ezt tudjuk szedni. És hogyha hallottuk kukorékolást és ugatást a háttérben, azt nem bírom. Lállítani, mert a kutyánk ugat és a kakasunk kukorékol. És most nem tudom, miért ugat a kutya, mert biztos nincs meg itt senki, mert fognak hozzánk most jönni, és el fogok velük menni, és hogy lehet, hogy ott is lesz Vidi. Hol ez a jávorszor? Hú, de idegesítő a kutya. Na, már haladok? Igen, azért. De még ott láttam egy rókát, azért azt még megölöm, mert kettő, akkor nem. Nem akarom, hogy levigye a HP-mat, akkor nem ölöm meg. Egy lett volna, neki mentem volna, de így nem. Na most az a feladatom, hogy megölj. Amúgy 30-as szintű, és nem tudom, hogy miért ilyen kis szinten adja fel ezt a feladatot. Na, itt van. Akkor mondtam, hogy fogok szentelni neki egy részt, szentelünk neki egy részt, vagy kettőt, vagy hármat, vagy sokat. Ha nem sikerül megölni, akkor... Jó, hagyjuk. Hagyjuk Danit. És amúgy a húzom, az fiú, az eredeti. És amúgy, ha túl messze megyünk, akkor vissza fog teleportálni a helyére, úgyhogy nem akarom. Ez nem fékezi meg a halálhozót? Ez jó.
Na, száz élhetetlenít. Hát ez sokáig fog tartani szerintem. De nem akarok egy ilyen hosszú vágást csinálni, mert annak meg annyira semmi értelme nincs, úgyhogy legfeljebb 8 percnél vagy 7 percnél fog lenni egy vágás, mert... Most mi van? Gondolom visszatelepültált, igen. Hát nem akarom, hogy olyan hosszú vágást csináljak, meg szerintem 2 perc alatt sem fogom megölni, úgyhogy... Mi? Visszatöltődött az összes AV-ja. Nekem meg nincs már energiám. Hát ez véges. Nem tudom. Hát akkor videón kívül fogom fejleszteni, mert ez így nem megy. Most megnézzük, hogy Babett. Amúgy megszereztem a róka szobrot. Ott lehetett látni. Hülye rök, bocsánat. Légy szíves, hogy... Megszereztem a róka szobrot. Meg ha jól tudom, videóba szereztem meg a hiú szobrot. Itt van a hiú szobor. Nem tudom, hogy amúgy a farkas szobornak hol a helye, mert ez a ló szobor. Hát ez jóval hasonlít a farkas szoborra, amúgy, de igen, jó. És ez pedig nem tudom mi. Ja, ez a hiú szobor, akkor ez mi? Akkor lehet, hogy több hiú szobor van. Hú, de utálom ezt a kutyát, amikor ugat. De most kilépek, és megmutatom a hiúst. Mert azt szeretném megmutatni. És amúgy már a sas nincs meg, de tudok vele játszani. És itt van a hiúz. Szeretném amúgy a rókát megszerezni, de még nincs meg, úgyhogy... Na, még tudunk pár percet játszani. Utána nekem ötöznöm kell, úgyhogy lehet, hogy ez lesz az utolsó rész ma ebből, mert nem akarok elkésni, mert Ausztriából jönnek, tudom, de szerintem már 1 órája, sőt, 2 órája úton vannak, és kb. 4 óra az út, úgyhogy 11-re kb. Itt lesznek, vagy kicsit később, mert anyukám szerint nem hozzám fognak jönni először, de amúgy most fognak születni kicsi. De amúgy tényleg dagadtak. Vagy nem? De amúgy én a fiú vagyok, ugye? Nem, most a lányal vagyok. Akkor tényleg dagadtabb, mint a fiú. Akkor alszok. És remélem megszületik. Jó, megvan. Mi legyen a neve? Jó, már kitaláltam, hogy Max lesz a neve. Vagy Max legyen. Max. Mert a medvének Max a neve. Akkor Max. És fiú. És eleve fiú. Megadta be. Nagyon cuki. Én nem akarok a lányjal lenni, mert már a másik az jobban fel van fejlesztve. Lucky. Lucky. Na, tényleg jobban fel van fejlesztve, meg... De, és itt is ugyanaz a küldetés, és... Nem akarom. Nem akarom. Van egy róka család. Húszat sebe az ember. Mi már? De hogy nagyon jó mozgása van ennek a hiúznak.
Nagyon szép a feje. A másik róka nagyon lemaradt. Stúj már. Jó, ebből ezt nem fogom kergettetni vele magam, ezt most így megöljük. Csak 74 pénzt ad. Ez már mi? Ezt nehogy azt higgyétek, hogy ezt most így fejbe hozzáadtam. Mondjuk az könnyű lett volna, mert igen, de kiírja amúgy. Na, nem jutott a másik fennak a megövését. Hol van szarvas? Hol van szarvas? Az egyik az biztos nagyobb szintű, mint a másik, mert többet sebzett. De szerintem ezt a videónak már végének kéne lenni amúgy. Úgyhogy ennyi is lenne ez a videó. Ha tetszett, iratkozzatok fel és lájkoljatok. Sziasztok! Be tudnám végre fejezni.